Augusztus elejétől egyéni edzésterv alapján már elkezdték a munkát a Kölcsei játékosai, az elmúlt héten pedig rávezető edzésekkel hangolt a legkeményebb hétre az NB2-es együttes. A hagyományokhoz híven ugyanis napi 3 tréningen igyekszik megszerezni a bajnoki meneteléshez szükséges erőnlétet a diákcsapat. A Kölcseinél szinte minden nyáron vannak távozók, ezúttal azonban a sérülések okozta problémákkal is meg kell küzdenie a csapat örökös edzőjének. Nálunk általában is jellemző, hogy elég nagy a változás, nyilván sokan leérettségiznek, más csapatokhoz kerülnek, tanulmányaik nem engedik meg, hogy tovább nálunk játszanak, edzenek. Most az idén minden korábbinál talán mondhatom nagyobb a változás. Ennek egy része sérülések okozta problémák. Katona Krisztinek hátsó keresztszalag szakadása van, Gyimesi Lolának szintén keresztszalag szakadása van, Lolát már megműtötték, Krisztit most műtik majd. Papandreának gerincsérve van, két gerincsérve, ami bizonytalanná teszi a játékot. Remek beállósunk Márkus Gizmónak megműtötték a kezét, ő még csak éppen, hogy gyógytornázik, tehát rá biztosan az ősszel nem számíthatunk, a jövő bizonytalan, mint ahogy Tilki Andinak is. Úgyhogy a kezdő csapatunkból, a mezőnyből 5 ember fog hiányozni, tehát 2 maradtak. Szép feladat lesz. Hadobás Istvánnak gyakorlatilag új csapatot kell építenie, de mint a szakember elmondta, a nehézségek ellenére is optimistán várják a szezont. Vannak azért erősségei, tehát nehogy valaki is temesse a Kölcseit. Nagyon ügyes, tehetséges játékosaink vannak, akik tavaly már bizonyítottak részben a felnőtt csapatban, részben az ifi csapatban. Én magamban is érzek motivációt és erőt a folytatáshoz, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen a középmezőny valamelyik helyét fogjuk megcélozni, és nagyon bízom a lányokban, mert nagyon szépen dolgoznak, alig várják már a komoly megpróbáltatást jelentő edzőtábort, úgyhogy fel a fejjel, jó lesz a Kölcsei. A Kölcsei felkészülési meccsé még szervezés alatt állnak. Az viszont biztos, hogy augusztus 16-án rendezik meg a hagyományos strandkézilabda tornát, és az is, hogy szeptember 16-án Hajdúböszörményben már bajnoki pontokért lép pályára Hadobás István együttese.